Érike vagyok. 88 évet töltöm be augusztus 18-án, ha a Teremtő is megengedi. Most vagyok itt negyedszer, de az első alkalommal már is sikerült 3 hét alatt azt a nehéz légzést megoldanom, amit 35 éve hurcolok, és már az orvosok tulajdonképpen nem is törődnek velem. Ez a COPD, ez olyan, hogy a véget jelenti, oxigént adtak a lakásba, és itt a Tamás olyan gyakorlatot adott, amit csináltam 3 héten keresztül, és észrevettem, hogy valami történik. És akkor láttam, hogy csak 3 hét, és a gyakorlatokból ezt mindenki higgye el, mert ez így történt, és csodával határos. Elmúlt az a légzés, érzés, ami hát az embereknek a 100%-a se tudja, hogy levegőt kap és vesz, és én minden nap fulladoztam, spréztem, hát alig éltem, így a 35 évet így éltem végig. És ezt itt értem meg, hogy ez elmúlt. Azóta is vannak panaszaim, de nem a légzéssel kapcsolatban. Hát a 88 év az annyira hosszú idő, aki ezt hallgatja, gondoljon bele, ennyiszer 24 óra. Azon kívül, ami panaszom van, a gyakorlatok javítják, könnyebbítik. A másik az, hogy van egy olyan érzésem, ez már megint csak az én jó megszokásom és a csúnya modorom. Szó szerint közel sem jutnak el hozzám olyan támadóan azok, amik eddig idézőjel, mert azt se ismertem el, hogy idegesít, de valami történt, a fejem fájt, az érrendszerem, szóval tele voltam fáradtsággal, panasszal. Azt hiszem, ennyi elég is, hogy mindenki figyeljen oda, és kezdje el, akármilyen kevés panasza van, kezdje itt az Anaménál, az Anamé központba, itt mindenki mindent elrendez, csak az a lényeg, hogy azt csinálja, amit mondanak. És úgy csinálja, amit mondanak, szálljon rá otthon időt.